utóbbi években eléggé visszaszorult a vezetékes telefonok használata, bár ettől függetlenül lehetséges, hogy szükség lenne rá. De ha nem akarunk több ezer forintos havidíjat kifizetni, akkor egy viszonylag olcsó megoldást tudok javasolni. Néhány hardware-re van szükség, aminek a beszerzése esetleg költségesebb, de nem olyan egetverő dologról van szó. Elsősorban kell egy router, gyakorlatilag mindegy, hogy milyen. Még ez sem feltétlenül szükséges, mert ha megfelelő VoIP adaptert választunk, akkor a router az kihagyható. Én a Linksys termékeket használom már nagyon-nagyon régóta. A PAP2T, vagy éppen a SPA2102. Ha ez utóbbit választjuk, akkor ez egy router is egyben. Tehát akkor nem szükséges nekünk ilyen router, mert ez is meg tudja osztani az internetet. Ezen a két csatlakozón jön be a LAN kábel, ezen a sárgán megy tovább mondjuk a számítógéphez, és akkor ide csatlakozik két telefonvonal, tehát kettőt tud kezelni egymásra két független telefonvonalat, ez lehet két különböző szolgáltatónál is egyébként. Ha az egyszerűbb, olcsóbb PAP2T-t használjuk, akkor a router mindenképpen szükségeltetik, mert innen nincs tovább. Tehát ide bejön a LAN kábel, meg két telefon kábel csatlakozhat hozzá, szintén két telefonvonalat tud kezelni. Meg természetesen kell egy hagyományos analóg vezetékes telefon. Ez a forgótárcsás, ez most csak itt példakedvéért van itt, természetesen ez a forgótárcsás telefonnal nem működnek ezek a VoIP adapterek, inputos alapú tárcsázást nem tudják kezelni, csak a ton alapút. Mégis hogyan működik a rendszer? Van ugye az internetünk, ami szétosztja nekünk az internetet többfajta eszközhöz, ugye wifi rádión keresztül, de nekünk a kábeles összekötés kell. A routert összekötjük a VoIP adapterrel, most mindegy, hogy melyiket. Annak ellenére, hogy ez egy router, az SPA2102-es, én mégis javaslom a router használatát, ugyanis ebből a kimenő sávszélesség az egy ilyen 5-6 megabit csak. Tehát ha most nekünk van egy 100 megabites internetünk, ebbe a készülékbe bejön, de innen már csak 5-6 megabit megy tovább. Tehát ha valakinek nagyobb sávszélességre van szükség, akkor mindenképpen az igazi routernek használatát javaslom. Tehát a router, VoIP adapter, és ebben a VoIP adapter, most mindegy melyik fajtáról van szó, ebbe csatlakozik be egy sima, hagyományos, nyomógombos, analóg telefonkészülék. Természetesen ahhoz, hogy az egész rendszer így működjön, még szükséges egy szolgáltató is. Én korábban a Neofont használtam, de mikor az megszűnt, akkor átértem egy másikra, az Airfonra, ami még talán jobb, mint a Neofon. Igaz, hogy ennek van egy 99 forintos havidíja, ami gyakorlatilag egy ilyen számtartalékolási díjként neveznek. Választhatunk földrajzi körzetszámú számot, tehát abba a körzetbe, ahol éppen tartózkodunk, vagy lehet választani egy ilyen úgynevezett nomadikus telefonszámot, ami egy 21-es körzetszámot fog adni. A működés szempontjából nincs jelentősége, tehát bármiket választhatjuk. Mint mondtam, 99 forint a havidíja, hálózaton belül, tehát elfonos számot hívva, az teljesen díjmentes. Az elszámolás másodperc alapú, és belföldi vezetékes, illetve a legtöbb európai között a uniós vezetékes számok hívása is. Hát ha jól emlékszem, 6 forint 35 fillér, de ezt most nem mennék rá megesküdni, de ilyen 6 és 7 forint közötti összeg, már természetesen másodperc alapon. De ugyanennyire hívhatunk azt hiszem Egyesült Államokbeli számot is, ha vezetékes mobil számok, azok már húzósabb árban vannak. Itt most nem is ez a lényeg, hanem az, hogy hogyan is lehet egy vezetékes telefont kiépíteni rövid időn belül, hogyha ezek a hardware eszközök megvannak, és nagyon jól ki lehet használni.
A videó alatti leírásban benne lesz majd egy link, ahol lehet regisztrálni az Elfonnak a szolgáltatására, és akkor ott sokkal több információval is szolgálnak a pontos perzdíjakról, mert én most így fejből mondtam, de ezek a perzdíjak, ezeket én egy pár évvel ezelőtt néztem, de tudomásom szerint nem igazán változott. A lényeg tehát az, egy router, szélesávú internet, az, hogy most az internet miből nyerjük, hogy mobilnet vagy vezetékes, ez teljesen lényegtelen. Itt ugye, ha most mobilnetről van szó, akkor azt kell megoldani, hogy az az internet, az valahogy eljusson ebbe a VoIP adapterbe. Természetesen ezeket fel kell konfigurálni, a szolgáltató megadja a paramétereket, ugye felhasználó név, jelszó, amit mi magunk választunk, a telefonszám. Gyakorlatilag más beállítás nem is igazán szükségeltetik, és ez egyből működőképes. Nem muszáj mind a két vonalat kihasználni, elég, hogyha az egyiket használjuk. Ha két vonalat regisztrálunk, akkor kettőt is lehet, kinek hogy tetszik. És ezt felkonfigurálva weben keresztül lehet, tehát egy számítógép mindenképpen kell hozzá. A routerben meg lehet nézni, milyen IP címet osztott ki az eszköznek, és akkor a számítógépen a böngésző sorába beírva azt az IP címet, bejutunk a menürendszerébe a VoIP adapternek, ahol megfelelő adatokkal fel tudjuk konfigurálni. Mikor fölállt a hálózatra, onnantól kezdve a vezetékes telefonszolgáltatás használható. Még annyit, hogy az Elfon nem küld számlát. Hasonló a feltöltőkártyás mobiltelefonokhoz, itt is előre kell feltölteni bizonyos egyenleggel, és akkor abból kerül levonásra a 99 forintos havidíj, illetve a lebeszélt perzdíj. Számhordozás megoldható, tehát ha valakinek van egy élő vezetékes telefonszáma, akkor azt át tudja hozni a Elfonhoz. Nem tudom, hogy most van-e még az a lehetőség, korábban volt, ha 10.000 forinttal volt feltöltve az egyenleg, akkor a számhordozás díját azt elengedik, tehát azt nem kellett kifizetni. Érdemes mérlegelni, hogy esetleg ezt a lehetőséget kihasználja az ember, ha még ez a lehetőség ma is fennáll. Erről a szolgáltató honlapján lehet majd tájékozódni. Természetesen az Elfonon kívül van még több más magyar szolgáltató is, de én az Elfont használom már mennyi, 5-6 éve teljes megelégedéssel. Nem igazán van technikai leállás, ha valakinek valami műszaki problémája van, akkor a szolgáltató készség áll a ügyfél rendelkezésére, és minden segítséget megadnak.